A Születés hete elnevezésű országos programsorozathoz csatlakozott tavaly egy helyi civil szervezet. Ez adta az ötletet a nagyszabású program megszervezéséhez, mondja a város alpolgármestere. Brájer Éva szerint miközben a gyermekek szórakoznak, mindenki választ kaphat a családi élettel kapcsolatban felmerülő kérdéseire. Például Tűzkő Sándor, Örösmarti Színház színésze fog az ő kedvenc meséiből felolvasni, hiszen Sanyi is több gyermekes apuka. És hát azt hiszem, hogy a tó, a játszótér a ház mellett, illetve a házban lévő gyermekjátszó is, a gyermekeknek is nagyon jó kikapcsolódást biztosít. A Humán Szolgáltató Intézet munkatársai aktívan vesznek részt a programok lebonyolításában. A védőnök segítenek az anyukáknak az előadásokon elhangzott elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni, különböző praktikákat mutatnak az egészséges ételek elkészítéséhez, és szakszerű gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Tanácsadással is szolgálnak, tehát nagyon szívesen fogadnak bármilyen lelki vagy fejlődéssel kapcsolatos tanácssal, hogyan lehet anyaként nőnek maradni. A város egészségügyi tanácsnoka úgy véli, hogy a Családi Nap programjai remekül illeszkednek a város egészségfejlesztési tervéhez, ezért támogatta az önkormányzat a rendezvény megvalósulását. Minél korábban kezdjük az egészséges életmódra való nevelést, ez annál hatásosabb lesz. És talán ez a legjobb fóruma, amikor az egész család részt vehet ebben. A Családi Napon előadást hallgathattak meg az érdeklődők, például az érintés szerepéről, a hisztiről, a női szerepekről és az elengedésről. A kicsiket kézműves foglalkozásokkal, mesesarokkal, valamint vadmadár bemutatóval várják a Szabadművelődés Házába május 19-én.